Sziasztok srácok, nem csalóka a cím, csak bevallom őszintén, ez egy icipicit már nagyon búcsú videó is, úgyhogy arra gondoltam, hogy kicsit különlegesebben kezdjük ezt a Marvel nagy képregény gyűjtemény következő részét. Ugyanis nagyjából ez az utolsó forgatás, amit a lakásban, mert elköltöztünk, erről talán láthattatok posztokat, és gondoltam, hogy picit körbe megyek az icipici üres lakásban, mert ilyet azért nem láttatok, és utána nem ez az izgalmas, mert biztos láttatok már üres lakást. De itt most szörnyű lesz a hang, de az, hogy utána a kis kuckot megmutatom. Ez annyira üres, hogy már kb. Semmi nem a miénk, tehát ami itt volt, ilyen bútorozott cucc, most nem mutatom nagyon körbe, de mondjuk a konyha, egy porció még előhűtő már leeresztve, tök üres a szoba, természetesen bekészítve a képregények, amiről beszélek, és már maximum egyedül ülhetnék a kanapén, vagy teljesen üres íróasztal, úgyhogy nagyon durva, bejössz a hálóba, itt sincs már semmi. Tök egyszerű. Különben egy nagyon pici, nagyon kis édes lakás volt, amit imádtunk. Rengeteg zegzuga van, tehát az egész nincs, azt hiszem 30 négyzetméter, mégis három szobán már átmentem, és a fürdőt még nem mutattam. Ezért nagyon imádnivaló volt. Itt volt egy óriás tévé, amit lehetett PlayStation, az most már csak a lyukacskák vannak. Na, mindegy, tehát. Amiről szerettem volna beszélni, param, megmutatom az én kis birodalmat, ami itt volt. Ha belépsz ezen az ajtón, a dobozok miatt most nem tudsz, itt mindig kupi van, úgyhogy ez az ajtó, ahol mindig kupi van, ott egy íróasztal a két monitorral, az asztalon sokkal több kupi szokott lenni, csak én most éppen elpakoltam. Ilyen maradék ruhák, mert egy-két táska van, ami a forgatáshoz esetleg szükséges, mert az a vicc, hogy képzeljétek el, hogy ez a szoba, ez így szokott lenni akkor is. Igen, és itt van a többi Marvel képek, én még kicsit itt hagytam, meg olvasgattam. Ez akkor is így szokott lenni, amikor így itt lakok, tehát az egész lakás már üres. És ezt az egy szobát az azért nem nyújtam, hogy az utolsó pillanatban, az utolsó körben, mert még itt be van kötve a net, ott már nincs, hogy még ilyenkor tudjak nektek egy kis videót csinálni, feltölteni, hogy ne éhezzetek annyira, vagy esetleg a csúszik a netbeszerelés. Na és itt van valahol ez a kis beülő cucc, hátul természetesen a zöld háttér, amit hogyha elhúzok, akkor általában a gameplay között szoktatok látni, és így csütyökélek. A heti adag meg ott szokott lenni. Szokott, na ez nagyon nagy túlzás, mert egyrészt kb. Láttatok. Na, de csapjunk a közepébe, nagy Marvel képregények, és két nagyon fontos rész szerintem, legalábbis nekem, ha rám hallgattok. Tehát arra gondoltam, hogy kicsit több szempontból is legyen különleges ez a képregény bemutatás, úgyhogy most az Amerika Kapitány kizökkent időről fogok beszélni, és ahelyett, hogy most csak a könyvet nézzétek, vagy csak engem, valami kombinált megoldást próbáltam kieszelni. A sorozat negyedik száma Amerika Kapitányról szól, akit szerintem nem kell senkinek bemutatni, főleg a mostani Marvel filmes univerzumok után, viszont egy olyan különleges karakter, akit szerintem elég könnyen leírnak avval, hogy Amerika sávos és csillagos bohóca, aki kiáll előre és a nagy amerikaizmust képviseli. Na hát ez a karakter sokkal összetettebb, Steve Rogers sokkal többet tartalmaz, mint mondjuk amit eddig esetleg a kisnézők csak a filmek alapján, vagy néha csak a külcsíny alapján megítenek erről a karakterről, és tökéletesen mutatja a kizökkent idő kötet. Ezt nagyon-nagyon jól összefoglalta. Amerika Kapitány olyan sötét és összetett és többréteges lényét mutatja, ami nekem is tiszta varázslás volt. Nekem is teljesen különleges élményt nyújtott. Bevallom őszintén, én is egy ilyen kis casual képregény rajongó vagyok, úgy, mint valószínűleg ti a legtöbben, és azért kezdtem el venni ezeket a képregényeket, hogy egy kicsit többet megtudjak a karakterekről, miért is összetett Amerika Kapitány, és mit kapunk szerintem ebből a kötet részből. Kicsit megerősítenek minket abban, hogy Bucky halálának visszatérése mekkora csavar volt a képregény világába, kb. Akkora csavar lenne, mint a pókemberrel visszajönne a nagybácsi. Csak hogy így értsétek. Mint mondtam, Steve Rogers sokkal komorabb ezekben a részekben, tényleg úgy van szegény Rogers kapitánya mostanában olyan dolgok történnek, mint hogyha minden ellene szegült volna, nem igazán találja a helyét, és ezt nagyon jól bemutatja a történet. Nagyon jól bemutatja azt, hogy tényleg a kapitányunk a tehát a kapitányunk egy másik időségben létezik kvázi, ugye a kizökkent idő nagyon jó cím ennek az összefoglalásnak, hiszen meg kell tanulnia, és ő valahogy egy ilyen idealistább, régi korban játszódik. Ezeknek az elemeit például a vörös koponya nagyon-nagyon jól képviseli, hogy egy nagyon lemaradt, nagyon... A világ már teljesen megváltozott, már teljesen más, és például drasztikusan ezt a vörös koponya halála és a kapitányuk összezavarása nagyon jól megmutatja. És nagyon jól kiemel egy olyan részt Buckyból, ahogy igazából ugye az egész kurminálódik, az egész alakul, és gyakorlatilag lesz ez a télkatonájának a bevezetése, ahogy ugye ő visszatér a halálból,
hogy Bucky milyen társa volt Amerika kapitánynak, ezt sokan nem tudjuk. Hát persze nagyon jó barátok meg minden, de ennél sokkal többek voltak, ugye ők rengeteg csatán átmentek közösen, és Buckynak volt egy különleges képessége, pontosabban egy különleges feladata inkább. Kapitány nem nagyon koszolhatta be a kezét, ugye ő egy jelkép volt, ő nem csinálhatott csúnya dolgokat, és nem is csak abból fakadóan, hogy nem tenné meg a hazájáért, hanem egyszerűen nem csinálhat ilyet. Bucky viszont az idővel egy ilyen asszaszin lett kb. Kapitány mellett, ő tisztította a terepet, ő ment előre, hogy megölje az őröket, ő csinált olyan dolgokat, amit nem feltétlen mindig erkölcsös egy háborúba, és nem feltétlen úgy, hogy például a filmekben látjuk kapitányt. És ez nagyon durván visszaköszön ebbe a képregény sorozatba, eszméletlen jó volt olvasni. Ugye, ahogy kiemelték azt, hogy már az amerikaiak a II. Világháborúba is követtek el, hát nem voltak teljesen fedhetetlenek, és ezt nagyon jól visszaadja a történet, és azt, hogy kapitány is miken ment át, és miért is egy veterán, aki 1000 millió rossz dolgot túlélt. Úgyhogy ezt a kötetet kifejezetten azoknak ajánlanám, akik többet szeretnének megtudni a kapitányról, és azoknak, akik nem csak a külcsín alapján akarják megítélni, hanem van egy kis idejük utána nézni. Ezt a kevés pénzt pontosan megéri, hogy elmélyüljünk a karakterbe, és utána ott az internet, és ott van minden más képregény sorozat, érdemes utána nézni, ha belekóstoltunk és rákapunk az ízére. Beszéljünk Venomról. Venom az egyik kedvenc karakterem nekem is, és nagyon keveset tudok róla, azon kívül, hogy ő persze egy különleges élőlény, aki rámászott pókemberre, és utána gyakorlatilag kialakított magának egy saját történetet. Na de ez hogy is alakult? Venom tényleg egy nagyon különleges élőlény, ugye egy élő szimbióta, az Peter Parkernek se volt tiszta az elején, és a titkos világban egy ilyen csatavilág, a csatavilágban egy titkos háborúban szerezte meg Peter Parker ezt a ruhát, amikor is az egész buli egy merchandise party volt, ugyanis a Marvel kitalálta, hogy milyen jó lenne az igazi kedvenc szuperhősénket együtt egy nagy csatába megjelentetni, ez volt a legelső ilyen nagy hordörejű csata, és ebben Peter Parker is részt vett, mármint pókember. Ott viszont tönkrement a ruhája, és kellett valami B-terv, és talált valami különleges idegen anyagot, ami reagált a gondolataira, és gyakorlatilag felvette a pókruhát feketében. Még nem tudta mi ez, de ott éppen kapóra jött, úgyhogy muszáj volt használni a hatalmas harcok közepette. Miután hazaértek, ugye ez a ruha ez egyre ügyesebb és kényelmesebb volt, gyakorlatilag átalakult, átszíneződött, mindent megtett, amit csak kellett. És Peter Parker is elkezdett egy kicsit furán viselkedni, de egy idő után szerencsére azért kiderült a Fantasztikus 4-es segítségével, hogy a ruha egy szimbióta és egy élőlény, majd sikerült leszedni egy hangárjúval. De természetesen, ahogy Peter Parker is alakult a ruha viselésénél, a ruha is alakult Peter Parkernek a viselésével, ha ezt így jól értelmezem. De a lényeg az, hogy megtanulta mondjuk az érzelmeket, és bosszúvágya lett pókemberrel szemben, vagyis Peter Parkerrel szemben. Ezt a bosszúvágyat ölelte föl az, hogy kapott egy új gazdas testet, aki kicsit nagyobb, óriási, kigyúrt állat, és összecsapott Peterrel. De hogy értsétek, ez az első olyan nagy a képregény sorozatból az a kötet, amivel úgy találkozok, hogy nem folytonos részeket ölel fel, hanem több kötet, több füzet sorozatból emel ki részeket, és még így sem tudja teljesen tökéletesen bemutatni a Venom történetét, ami mindjárt átérek, hogy miért olyan különleges. Nekem azért volt különleges, mert azt hittem, hogy a Venom egy ilyen eszméletlen, kreatív, szuper dolog, különben az, de hogy célzottan így találták ki, de különben nem, hanem egyszerűen egy ilyen akció figura sorozatot szerettek volna eladni ebből a titkos háborúval a különleges bolygón, ugye rengeteg szuperhős ott van, minden szuperhősnek egy kicsit valami történt, valami nagy volumenű dolog az életében, és talán bekerült ebbe a nagy harcba. A fekete pókruhát is ennek szánták, az ötletem már nagyon régóta meg volt vásárolva egy nézőtől különben, vagy pontosabban egy rajongótól. Itt ezt ellőtték, de az embereknek annyira tetszett Venom, és Venom megtestisítése, úgy gyakorlatilag a póköztön által nem jelezhető ellenfél, aki nagyobb, erősebb, ravaszabb és gonoszabb Peter Parkernél, péreg a neve, bosszútállás a célja, gyakorlatilag tényleg egy brutális ellenfél, és maga ezek a fogak és az egész hátborzongató történet megfogta a nézőket, és annyira megkedvelték, hogy egyszerűen kellett neki egy saját sorozat, majd később kapott is. Csak hogy értsétek, csak a fekete ruha megérkezése a földre és onnantól kezdve Venom feltűnése között 50 rész telik el, úgyhogy tényleg elég bűre van ereszve a dolog, mármint úgy
tényleg alap, van alapja ennek a dolognak. És ezt a képregényt is annak ajánlom, főleg azért, mert most hamarosan érkezik majd a Venom film hozzánk, amiről most hideget és meleget is lehetett hallani, de reméljük nagyon jó lesz, hogy aki kicsit is közel áll ehhez a két karakterhez, második vagy harmadik előfizetői csomag, ugye ez a két rész, hát ezt a két részt ne hagyjátok ki, se Amerika Kapitány, se Venom miatt, ugyanis most ideális választás, ráérezhettek abból, hogy mennyi mindent meg lehet tudni a képregényhőseinkről, avval kapcsolatban, mennyi mindent meg lehet tudni a képregényhőseinkről, ha csak egy picit utánuk olvasunk, és maga ez az olvasás, ezt tudjátok, hogy a képregényeknél egy külön élmény. Úgyhogy köszönöm, hogy itt voltatok és meghallgattatok, szerintem ez tényleg két páratlan rész, és már nagyon várom a következőt, ahol Thorral tudunk foglalkozni, ugyanis ő a másik egyik kedvenc Marvel sorozatom, ő igazából a filmek alapján, és engem különösen is érdekel a viking, kelta, mitológia, úgyhogy köszönöm, hogy itt voltatok, menjetek vissza játszani. Sziasztok!